kötöző csonkák lógnak egy nagy vizes sziklafalon, és azt kérdezik magukban, mi végre a teremtés? Rettentő jó iramban haladunk. Nagyjából 5 percre indultunk el. Here we go again. Mutasd meg a nézőknek egy csodás tájat. Globális felmelegedés miatt kellett kockáztatnunk az életünket, mert hogy régebben ezek a gletszerek sokkal magasabbra nyúltak föl. Most egészen elolvadtak, és emiatt kockázatos kalandok után sikerült felvergődnünk ide egy vasadékon, vagy? Bersum. Ez a neve. André kezdi az utolsó host ebben a zsugapányában. Hát törös, mohos, vizes útban. De nagyon ügyesen mozog még így is. Anittig. Nem rak semmit. Most egy kicsit már kezdek megnyugodni. Ha be is akasztja, mert nem tudom adni persze a kötelet videózás közben. Egy igazi csúcsra jutottunk föl, a lehető legmagasabban vagyunk. Innen már csak lefelé lehet menni. Így néz ki a világ. Egy nagy titkot leplezünk most le. Mit csinálnak a sziklamászók a csúcson? Táj, kilátás. Kapcsolat az égiekkel és a mindenséggel. Ugyan. Itt végre van térerő. Túl vagyunk már egy-két dolgon. Az utolsónak mégis beszálltunk egy vizes és áthajló repedésbe. És nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi fog történni. Vagy 20 perc állok már egy hideg és nedves sarokban, várva, hogy a Bence túljusson a konston.
Valami nagyon durva. 1:20 vagyok ebben a standban, fogalmam sincs, hogy mi történik fönn. Itt van vagy 5 fok, a nap már eltűnt és jönnek be a felhők. Lehet, hogy a Bence egy vérzergével vív küzdelmet életre, halálra. Bence meg ott küzd. Valami nagyon durva rész. Ott a kis sátrunk középen. Mi viszont ebben a hideg repedésben vagyunk. Sár, víz és moha. Találtam egy noánzettet. Csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy ebben, meg ebben lógunk, egyébből biztosítom. Feljöttünk ide, és most itt vagyunk fönn. Tudsz még valamit mondani ehhez? Elfáradtunk. A mai nap először ér minket napfény. Csodás. Megmásztuk.